A történelem legsötétebb órájának nevezte a holokausztot Donald Trump. Az amerikai elnök a Yad Vashem múzeumban tett látogatást, előtte pedig a palesztin vezetőkkel tárgyalt az izraeli-palesztin békefolyamat újraélesztéséről. Donald Trump bábút égetnek ebben a palesztin városban. A gázai övezet több településén is tömegdemonstrációt tartottak az amerikai elnök ellen. Volt, ahol amerikai és izraeli zászlókat égettek. A palesztin hatóságok ezért óriási biztonsági intézkedésekkel várták Donald Trump látogatását. Az amerikai elnök Jeruzsálemből utazott át Betlehembe, hogy találkozzon palesztin kollégájával. Utána optimista hangnemben nyilatkozott a 2014-ben megszakadt béke folyamat felélesztésének lehetőségeiről. Elkötelezett vagyok amellett, hogy az izraeliek és a palesztinok békeszerződést kössenek. Most mindkét fél azt ígérte, készek ennek a célnak az érdekében dolgozni, nyilatkozta Trump. Mahmoud Abbas ugyanakkor azt mondta, bár készen állnak a tárgyalásokra, a legfőbb problémáknak az izraeli megszállást és a telepesek kérdését tartja. A béke folyamat felélesztéséről pedig továbbra sem derült ki semmilyen konkrétum. Donald Trump ezek után visszatért Izraelbe, hol a Yad Vashem múzeumban tett látogatást. Az elnök megkoszorúzta a II. Világháborúban elhunyt mintegy 6 millió zsidó emlékművét, a holokausztot pedig a történelem legsötétebb órájának nevezte. Ez volt a legdurvább bűn Isten ellen és az ő gyermekei ellen. A mi kötelességünk, hogy gyászoljunk, bánkodjunk és tisztelegjünk minden egyes olyan élet előtt, amelyet olyan durván és kegyetlenül elvettek, mondta az elnök. Donald Trump végül az Izrael múzeumban zárta látogatását, beszédében azonban nem említette azt a kampányígéretét, amelyben azt állította, megválasztása esetén áthelyezni országának nagykövetségét Jeruzsálembe. Az amerikai elnök következő célpontja Róma lesz, ahol Ferenc pápával tárgyal majd, később pedig Brüsszelbe látogat, ahol részt vesz első NATO gyűlésén.